És folytatjuk is tovább a délelőttöt, ahogy mondtam, most a tanulmányoké lesz a főszerep, mert hogy Bánhidi Vajk tanulmányi igazgató helyettes a vendégünk. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Szervusz, köszönjük a nézőket, köszönjük szépen, hogy itt vannak. Na hát akkor azon már túl vagyunk, hogy hogyan lehet rávenni a diákokat a szombati tanulásra. Nem tudom, hogy mennyire volt ez nehézkes, amikor például te az iskolába becsöppentél, hogy szombaton is, hát itt komoly munka folyik. Ez egy nagyon érdekes dolog, ami pedig azért is, mert most pont azt az időszakot éljük, amikor nagyon sok helyre elmegyünk általános iskolába, hogy népszerűsítsük az iskolánkat, és hát az az igazság, hogy ezeket az alapdolgokat rögtön tisztázni kell. És amikor mondom, hogy rögtön úgy szoktam kezdeni, kedves szülők, kedves leendő, esetleg leendő frankások, tiszta vizet akarok önteni a pohárba, nálunk szombaton is van tanítás, akkor mindenki felhördül, de azért olyan furcsán néznek el a dologra. És amikor felteszem a következő kérdést, hogy jó, de tessék belegondolni, hogy ki mit csinál szombat délelőtt, hogy telik a szombat délelőttje, hogy az lényegében az egész elhúszik, és akkor persze otthon ülünk, meg anya hozza a második kávét, meg a bögre kakaó, stb. Tehát úgy persze el van az egész dolog, ezt mi tanulással töltjük, ami miatt így kicsit alányosabb lesz a hétközben, de erről nyilván beszéltünk, a terheltség. Nekem igazából azért volt szokatlan, mert én ugye nem ebben a gimnáziumban érettségiztem, viszont nagyon sok rokonom igen. Nekem már anyai nagyapám is ide járt, én nagyon büszke vagyok, és tőlük igazából erről már hallottam. És akkor, amikor elkezdtem tanítani, akkor talán ezt tudtam a legkönnyebben megszokni. Volt úgy, hogy volt szombaton 6. órám, és hát akkor az már teljesen speciális időszak, de azokra az órákra emlékszünk vissza a legszívesebben. Na most a mai beszélgetésünknek azt a címet adtam, hogy frankás életvitel. Uh-huh. Mit jelent ez, vagy mit jelent ez a frankás lelkiség, amit te mondjuk diákként nem éltél át, de aztán tanárként azért mégiscsak képviseled? Ez egy nagyon érdekes dolog. Én talán azzal szeretnék egy példát hozni, hogy biztos, hogy neked is, a nézőknek is, a környezetében, ha nem is frankás, de olyan, aki egyházi középiskolában végzett, biztos, hogy van. És hogyha őket megkérdezik, akkor ők órákon keresztül tudnak mesélni. Olyan közösségük van, olyan összetartásuk van, olyan emberi kapcsolataik vannak, amit talán máshol nem nagyon van meg. Ennek igazából az az oka, és ez ebben egy picit akkor a Ferences gimnáziumra konkretizálódnánk, az, hogy nálunk kollégium van, tehát az, hogy a fiúk 6, illetve 4 éven keresztül lényegében egy évből 9-10 hónapot folyamatosan együtt vannak, együtt nőnek fel, kis hüvelykmatyikból itt lesznek félig kész felnőtt ifjak. Ez egy nagyon-nagyon fontos és rendkívül erős kapos lesz, ami az egész életre szól. Tehát itt olyan közösség alakul ki, egyrészt a kollégium miatt, másrészt meg azért, mert a tanárok is ahhoz alkalmazkodnak, hogy egy fiú közösséget kell nevelni, és ennek mindenképpen megvan a hatása. Akkor mondjuk 6 év van ennek a közösségnek a megépítésére. Vannak-e olyanok, akik például közben csatlakoznak be a munkába, vagy azért az ritkaság számban megy? Mindig van olyan, és nyilvánvalóan vannak olyanok is, akik adott esetben nem tudnak beilleszkedni, vagy nem bírja ezt a fajta helyzetet. Mi ebben az esetben igazából sajnáljuk nyilván, de azt szoktuk tanácsolni, hogy lehet, hogy akkor máshol kell megpróbálni. De az a tapasztalatunk, pláne úgy, hogy mondjuk az ember ott van mondjuk egy 5, vagy 10, vagy 15, vagy 20 éves érettségi találkozón, az a tapasztalat, hogy mindegyik érettségi találkozón arról számolnak be, hogy életre szóló élményt kaptak. Sőt, volt olyan is, ez egy nagyon érdekes, általában 10 éves, minden kerek érettségi találkozónak van egy érdekes sajátossága, hogy miről beszélnek az 5 évesen, még nincsenek kialakulva. A 10 évesen legtöbbször azt szoktuk hallani, hogy mióta Ferences gimnáziumból elkerültek, azóta szétcsúsztak, meg nincs rendszer körülöttük, meg keresik a biztonságot. A 15-20 éves érettségi találkozóban viszont már teljesen kialakult közösségek vannak. Így van, és pont egyébként a szóróanyagunkon és az idei reklámkampányunk több kiadvány is szerepel, Pindrok Csabi, aki azt említette egy közelmúltban elhangzott interjújában, hogy ő 27-28 ezelőtt érettségizett, és nem telik el úgy nap, még ennyi idő után sem, hogy valamelyik osztálytársával ne beszélgessen. Tehát annyira szoros, annyira erősek ezek a kapcsolatok, amit biztos vagyok benne, hogy más iskola nem tud megadni. És ez nem csak az osztályokra vonatkozik, nagyon érdekes, és ez is egyfajta specialitásunk, hogy itt az évfolyamok is nevelik egymást. Tehát azért is beszélhetünk egy picit Ferences maffiáról, mert például Vilmos atyát mindenki ismeri. Tehát aki az elmúlt 50 évben itt a Ferences gimnáziumban érettségizett, Vilmos atya biztos, hogy tanította, vagy Vilmos atyával
van kapcsolata. Az, hogy kik jártak fölötte, kik jártak alatta, és akkor itt már 10 évnyi generációról beszélünk, ezekre is emlékeznek a ferences diákok. Tehát nagyon-nagyon sok olyan történetet tudnánk mesélni, ahol azt látjuk, hogy hihetetlen módon tudják egymást segíteni. Na most egy hármasság igazából az iskolának is talán jelmondata, ez a hit, tudás, haza, szeretet. Ez hogyan jelenik meg, vagy itt milyen? Most egy háromlábú székre, asztalra kell gondolnunk, hogy ezek egyenlő arányban jelennek meg mondjuk a mindennapokban, az oktatásban? Így van, tehát akkor, amikor ezeket a jelmondatokat, vagy ezeket a fogalmakat úgy gondoltuk, hogy szeretnénk magunkról mindenképpen bemutatni, akkor azért jutottak ezek az eszünkbe, mert úgy gondoljuk, az a tapasztalatunk, tehát hogyha visszatekintünk, akkor is öreg diákokkal beszélgetve ezt halljuk, hogy ez az a három dolog, ami egyrészt itt a hétköznapok szintjén jelen van, tehát ez az, amit úgy tudunk reklámozni, hogy ez tényleg megvan. Tehát ebben egyháziskola lévén a hitnek természetesen nagyon komoly szerepe van, és a mindennapokban jelen van, erről Kapiszátya az előbbi percekben beszélt. Az, hogy a tudás nagyon-nagyon fontos számunkra, ez teljes mértékben igaz, hiszen ez egy iskola, tehát nekünk az első számú feladatunk, annál, hogy a fiúkat a kollégiumban neveljük, az, hogy minél sikeresebben érettségihez, illetve a továbbtanulás lehetőségéhez eljutassuk. A mi hétköznapjaink világi tanárként arról szólnak, hogy ebben a lehető legtöbbet tegyük a diákainkért, a legjobban segítsük őket. És a harmadik? A hazaszeretet pedig azért rendkívül fontos, mert én úgy gondolom, hogy, és ezzel így vagyunk, így van a kollégáink is, hogy a mai rendkívül bonyolult és rendkívül összetett világban, ebben a rendkívül modernnek, magát rendkívül modernnek gondolom 21. században, az, hogy valaki egy nemzethez tartozik, hogy egy ilyen nagy múltú nemzethez tartozik ilyen esetben, mint a magyarság, ez egy rendkívül fontos összetartó erő, ez egy rendkívül fontos kapocs, erre van miért büszkének lennünk, és az, hogy ez továbbra is így maradjon, ez a diákjainknak egy nagyon fontos üzenet, és ez nekünk egy kötelesség, hogy erre is ráneveljük őket. Nézzük meg még itt az oktatási tevékenységét az iskolának. Azt láttam, hogy például az alsóbb évfolyamokban emelt szintű idegen nyelv oktatást kapnak, vagy kaphatnak a diákok. Ez miért fontos, vagy miért szerepel? Azt hiszem, talán a honlapon találtam. Így van. Tehát nálunk a 7.-8. egyébként nem csak a nyelvekkel kapcsolatban van egy emeltebb óraszám, egyébként ez pontosan a szombati tanítási miatt lehet, hiszen mi 6 napban tudunk gondolkozni egy héten, hanem az idegen nyelv mellett mindegyik gyermek azt a gyermeket, amelyiket az angolt vagy a németet, amelyik választja, azt tanulja magasabb óraszámban, hanem pont ennek a generációnak, pont ezeknek az osztályoknak, elsősorban a beérkező osztályoknak, tehát a 7-eseknek is, meg a 9-eseknek is felzárkóztató programokat tartunk. Tehát ezek matematikából elsősorban, illetve nyelvből, nyelvtanból olyan plusz órák, amivel megpróbáljuk az ország különböző pontjáról, különböző tudással érkező diákjainkat valamilyen szinten felhozni egyfajta szintre. A 9. osztálytól kezdve gimnáziumt, ott viszont több nyelv közül lehet választani, tehát angol, német és olasz nyelv közül lehet választani, illetve vannak egyéb olyan délutáni programjaink, ahol mondjuk oroszul vagy latinul, természetesen mindenképpen próbáljuk még itt a latint ilyen utolsó védőbácsak a középiskolában. Kérték, úgy olvastam, vagy lelkesedtek, de majd mindjárt érkezik Keppel Dániel. Így van, Keppel tanárnak az asztala, és én nagyon örülök neki, hogy a tanár úr itt tartja még a bácsát, ez nagyon fontos. Én is latinos voltam, én szerintem is latin szakos vagyok, tehát csak nekem most van. Azt is láttam, hogy a környezeti nevelés is azért nagy hangsúlyt kap, aminek én szívből örülök, hogy például önálló erdélyi iskolába mennek az alsóbb évfolyamosok egy hétre. Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hosszú-hosszú évtizedes hagyománya van annak, hogy erdélyi iskolai programot működtet az iskola. Ez volt olyan időszak, amikor összesen négy osztályt érintett, most elsősorban a 7-es-8. Osztályokra koncentrálunk, és ezt az elmúlt években úgy oldottuk meg, hogy itt Esztergom környékén kisebb falvakban, egy falusi iskolába, vagy keresünk egy olyan helyet, ahol egy egyhetes művészeti környezeti nevelési programot tudtunk igazából folytatni. Ez azért is érdekes, mert ezt a programot amellett, hogy külső szakemberekkel oldjuk meg részben pedig a saját kollégáinkkal. Tehát a kémia szakos kolléganő, a biológia szakos kollégák ők is ki szoktak menni. Én jó magam is voltam már erdélyi iskolai programon, mondjuk a Pilis történetéről beszélgetni. Én azért szeretem ezt nagyon, mert egy picit más környezetben ismerjük meg a diákjainkat. Kizökkennek. Ők is és mi is.
Nagyon-nagyon-nagyon szeretik ezt, hát nincs egy hétig iskola. Az pláne jó dolog lehet. Hogyne. Beszéljünk egy kicsit erről a szakkollégiumi rendszerről, ami most hát beindult, de azért még alakulgat, vagy formálódóban van. Ezek például azok a délutáni foglalkozások, amikor a diákok oroszul vagy latinul tanulhatnak, de robotokat robotika, is építhetnek. Robotika készítés, íjászat, sportlövészet. Nagyon sok minden van. Azt, hogy egy középiskolában van emelt szintű képzés, van idegen nyelvi képzés, az igazából minden iskolára jellemző. Mi úgy gondoltuk néhány évvel ezelőtt, hogy az, hogy itt a kollégiumi nevelés miatt, tehát a kollégium miatt a fiúk folyamatosan itt vannak, tehát délután is, este is, sőt hétvégénként is, felmerült egy olyan ötlet, hogy azt a szabad idejüket, amit egyébként lehet, hogy a városban való lófrálással töltenék, azt próbáljuk meg valamilyen tartalommal megtölteni. És erre gondoltunk, ekkor alakult ki ez a szakkollégiumok, vagy a plusz foglalkozásoknak a rendszere, amely az elmúlt egy-két évben indult el. Nyilvánvaló, hogy elképzeltünk valamit, és ezt a hétköznapok realitása viszont egy picit, hogy mondjam, helybe, a helyzetbe hozta. Tehát voltak olyan ötletek, amire azt hittük, hogy nagyon fog a diákoknak tetszeni, arra például nem mentek el, de például az idei évben Marek Viktor tanár úrnak a második világháborúval foglalkozó történelmi szakkollégiumra, viszont egy rendkívül sikeres történet. De azt is láttam, vagy olvastam, hogy azt gondolták a tanárok így előre, hogy na majd így szakosodnak a diákok már akkor a kezdetektől, igen. Aztán valaki felvett egy sportfoglalkozást, egy művészettörténetet és mondjuk egy robotikát, tehát az érdeklődési körük azért még ilyenkorban is szerteágazó, vagy nem lehet őket így behatárolni. De épp ezért gondolom, hogy az, hogy többféle programot felkínálunk, többféle tudás megszerzésre adunk lehetőséget, ezáltal ők már gimnáziumban tudnak igazából választani, már korábban tudnak választani, hogy milyen irányba induljanak el, milyen irányba érdeklődjenek, nem pedig az érettségre való, vagy a felvételre való jelentkezés előtti héten találják ki, hogy jaj, hát akkor mégsem ide, hanem inkább oda. Na ez akkor most felteszem a záró kérdést egy szülő szemével, hogy kiknek, vagy milyen típusú fiúknak ajánlott az Esztergomi Ferences Gimnázium. Kik gondolkodjanak ebben? Ugye itt a távolság az nem akadály, hiszen ahogy nem hallottuk, akadály, itt vannak a fiúk nagyjából mindig. Kiknek ajánlott mégis? Isten igazából én mindenkinek ajánlom. Azoknak ajánlom, akik szeretik a közösséget. Ez egy rendkívül fontos dolog. Akik szeretnek a közösségért tenni, akik szeretnek a közösségben gondolkozni, azoknak is, akik szeretnek tanulni, őket is nagy szeretettel várjuk, és azokat is, akikben van egy kis vagányság, tehát az, hogy mi az egész ország területéről várunk diákokat, tehát mindenkit, a mi diákjaink is ugyanolyan hétköznapi diákok, mint bárki más. Nekünk igazából a legfontosabb céljuk, és most picit az édesanyákat szeretném megmutatni, és hozzájuk is szeretnék szólni, a mi nevelési program minden egyéb kötöttség mellett az elsősorban, hogy jó családapákat neveljünk a fiúkból. Olyan srácok hagyják el az iskolát, akikre aztán a családjuk, a saját családjuk, a szüleik számíthatnak. Ez a legfontosabb célunk. Nagyon szépen köszönöm, Vajk, hogy ma is itt voltál velünk, és további jó munkát, áldott szolgálatot kívánunk köszönjük. Neked és az egész szépen. Tanári karnak is. Nagyon szépen köszönjük, és Isten éltesse a Bonum Televízió nézőit. Várunk mindenkit szeretettel a december 8-ai nyílt napunkon.